ami katonai agresszió, az katonai agresszió. Ez nem a kormány biznisze, ez a mi életünk, kedves barátaim. Ő sem öregszik szépen, na de a szavai, figyelj! Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. Ez az adás arról fog szólni, hogy nézzük végig, hogy az elmúlt pár évben Orbán Viktor még vajon miket mondott, ami kicsit rosszul öregedtek. Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy. Pontosan hát már találkoztunk a új évadban. Talán észrevetted, vagy remélem eljutott hozzád, hogy elkezdtem újra Orbán pénteki interjúit kommentálni. Úgy tűnik, hogy erre nagy az igény. Orbán ugye végig hazudja minden áldott pénteken a közszolgálati médiában a rendelkezésre álló műsoridőt, márpedig annyi áll a rendelkezésre, amennyit szeretne éppen. Ezzel kapcsolatban viszont eszünkbe jutott, hogy nem csak a miket beszél létezik, hanem a miket beszél múlt időben az is létezik, mert Orbánnak viszont van véleménye arról, hogy milyen, amikor egy pártelnök a közszolgálati médiában hétről hétre mindig kap műsoridőt. Figyelj, mit gondolt erről korábban. A közszolgálati média esetében normális dolog-e az, hogy egy párt alelnöke rendszeresen, minden héten, állandó műsoridőben, és úgy is aláírva, illetve alámondva, mint a párt alelnöke, szózatot intéz a nemzethez, a rádióból. Ez szerintem, ez egy teljesen különböző kérdés. És miután ezzel nem értek egyet, az a kérdés, az ön kérdésére válaszom, hogy nem kell attól tartani, hogy a Fidesz alelnöke vagy bármilyen más pártpozíciót betöltő embere fél óránként, vasárnap reggel majd szózatot fog intézni önökhöz a rádióban. Ez nem normális dolog. Szóval érted? Orbán szerint nem normális dolog az, amit éppen csinál. Nem kell tartanod attól, hogyha a Fidesz lesz hatalmon, akkor a párt elnöke, nevezett Orbán Viktor, minden egyes héten, mindig ugyanabban az időben szózatot intéz a polgárokhoz. Na, körülbelül ezzel le is írtam, hogy mennyire hiteles Orbán Viktor minden szava. Ez az adás arról fog szólni, hogy nézzük végig, hogy az elmúlt pár évben Orbán Viktor még vajon miket mondott, ami kicsit rosszul öregedtek. Ő sem öregszik szépen, na de a szavai, figyelj! Ami a előttem szóló frakcióvezető asszony hozzászólását illeti, ott két rövid megjegyzést szeretnék tenni. Régi munkásmozgalmi taktikával van dolgunk, tisztelt hölgyeim és uraim. Az megvan, hogy a Fidesz vezetésében egy csomó ember van, aki a régi munkásmozgalmi szervezetek tagja volt. Köztük Orbán Viktor is, ugye ő maga is tagja volt a KISZ-nek, Kövér Lászlótól kezdve nem tudom. Két párt is alkalmazta ezt. Az egyiket úgy hívták, hogy német szocialista munkáspárt, a másikat pedig úgy hívták, hogy magyar szocialista munkáspárt. A mai pártot, amelyik ugyanezt alkalmazza, amiről mindjárt szó lesz, azt pedig úgy hívják, hogy Fidesz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ennek a politikai taktikának a lényege abban áll, hogy a kormánynak soha nem az a dolga, hogy kormányozzon. Nem arra helyezi a hangsúlyt, hogy jó döntéseket hozzon, majd próbáljon megvédeni érvekkel azokat a változásokat, amelyek megtestesülnek a döntésekben, hanem, hogy közelmúltban közzétett iratokból is idézhessek, az a dolga, hogy az ellenzéket folyamatosan támadni kell. Ez ismerős. A Fidesz kormányzása semmi másról nem szól, mint propagandáról, ellenségképzésről, az ellenfelek lejáratásáról. Speciel jó döntésekről és azok megvédéséről semmilyen módon. Nem, hogy megvédenék a saját döntéseiket, nem, hogy kiállnának egy vitára, még újságíróknak sem válaszolnak kérdésekre, hogyha azt szeretnék megtudni, hogy egy-egy döntés miért született, mi van a hátterében, kinek lesz az jó. De hallgassuk tovább. Ellenség képet kell fölépíteni, veszélyt kell megfogalmazni, patás ördögöt kell a horizontra rajzolni, és utána ezt az ellenséget, ezt az ellenségképet meg kell vádolni a legképtelenebb vádakkal. Ez tényleg leírja szó szerint, hogy mit nem szabadna csinálni, és hogy mit csinál most a Fidesz. A történészek között vita van arról, hogy ezt a politikai taktikát Hitler tanulta-e Sztálintól, vagy Sztálin tanulta Hitlertől. Az lehet, hogy a történészek között vita van arról, hogy melyiktől tanulta, de hogy Orbán mit alkalmaz, abban nincsen vita. Tehát Hitler és Sztálin politikáját folytatja Orbán Viktor. Ezek az ő szavai. Figyeld még! Tekintettel arra, hogy a magyar politikatörténet miatt
hozzánk inkább a kommunista diktatúra időszaka esik közelebb. De azt kell mondanom, hogy itt egy régi, Magyarországon már ismert vitakultúra, rossz, hagyományos vitakultúra feléledését láthattuk. Hát bizony, azt láthattuk, jól megkaptuk. Azt legalább tisztázta Orbán Viktor, hogy hozzá Sztálin áll közelebb, és nem Hitler. Ennyit nyertünk ezzel. Köszönöm. Folytatjuk. Mert nem csak, hogy azt folytatja, amit Hitler és Sztálin kezdett el, hanem azt is eltanulta, hogy a propaganda mindenre jó. De ezt ő maga elmondja. Kiderült, hogy ez a rengeteg reklám, az valójában nem az emberek jobb eligazodását, pontosabb tudását, tájékoztatását szolgálja, hanem sokkal inkább manipulációs eszközként működik. Tehát ha eljutnánk oda, és van ilyen ország Európában, hogy nem lehet a kampányban sem használni politikai reklámot, azzal elég jelentős költségeket lehetne megtakarítani. Politikai vagy... reklámon a tévé. Itt bocs, hogy megszakítottam, de azt kell tudnod, hogy Európa szerte a te pénzeden, magyar adófizetők pénzén finanszírozzák más szélső jobboldali pártok kampányát. Most éppen az európai parlamenti felszólalás kapcsán a spanyol szélső jobboldal került szóba, de Marine Le Pennek pont úgy, ők ugye a francia szélső jobboldalt képviselik, pont úgy adtak pénzt, mint Szerbiába és számos más helyre a te pénzedből. A határon túli magyarok pontosan tudják azt, hogy náluk milyen lapokat, milyen újságukat, milyen YouTube csatornákat finanszíroz Orbán azért, hogy befolyásolja az ottani politikát. Propagandát terjeszt a határainkon kívül is, a határon belüliek adózott pénzéből. Hirdetést érti? Tévé hirdetés, akkor ezek az óriás plakátok, tehát általában, amit a köznyelv reklámként fogad el. A Fidesz több pénzt költött mondjuk az Európai Uniós kampányban, mint az összes európai párt összesen mondjuk a YouTube-on. Azért az egy elég erős állítás. Lényeg az az, hogy szerintem Magyarországon valóban túl sokat emészt fel a politika, túl sok összeget, túl sok pénzt. Ezen érdemes változtatni. Vannak nyugat-európai példák, a Fidesz tett is már ilyen javaslatot, és tesz is majd a jövőben. Iktassuk ki a választási kampányokból a politikai reklámot, amely Magyarországon nem tájékoztatásként, hanem az emberek félrevezetéséül szolgáló manipulációs eszközként üzemel. Ehhez te mit szólsz? Orbán azt mondja, hogy volt a Fidesznek olyan javaslata, hogy ne lehessen reklámozni tévében, rádióban, interneten, semmilyen politikai tartalmat a választások idején. Ehhez képest mit csinált a Fidesz? Teljesen fellazított ezeket a szabályokat, gyakorlatilag civil szervezetek által milliárdokat, sok-sok-sok milliárdot költ el politikai reklámra, és akkor még nem számoljuk bele mondjuk az MTVA és a számos más újság, médium bekebelezését, gazdasági jelentetését, amelyeket mind a propaganda szolgálatába állított. Nyugodtan kijelenthető, számolj utána, hogy egy választási ciklus alatt, hogyha beleveszed azt, hogy mondjuk az MTVA-nak 140 milliárdot fizetnek egy évre a működtetésére, hogy mennyi pénzt fizet ki Rogán a különböző kasszákon keresztül különböző médiumok fenntartására, üzemeltetésére és az ott folyó propaganda fizetésére. Tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy választási ciklus alatt megközelíti, de lehet, hogy meg is haladja az 1000 milliárd forintot, amit a Fidesz kormányon propagandára költ. Amire Orbán Viktor azt mondja, hogy nem lenne szabad egy fillért sem költeni. 1000 milliárd forint. Ezt tudom, hogy nem érted, mármint úgy értem, hogy én se értem, hogy ez mekkora pénz, az biztos, hogy nagyon hiányzik az egészségügyből, az oktatásból, de akár a gazdaság fellendítéséből is. Na de nézzük meg, hogy a propaganda valójában mire használható Orbán szerint. Most, ha van egy séma, amit politikusok ismernek, a közlemény talán kevéssé, ez egy háromszögben, egy ilyen piramis alakban ábrázolja, hogy az embernek milyen szükségletei vannak, amelyet a világgal szemben megfogalmaz. És itt a közösségi léttől kezdődően az egzisztenciás biztonságon át a fizikai biztonságon minden keresztül minden megtalálható. És az általános európai fölfogás a mi szakmánkban az, hogy legalul, tehát a legmélyebben, ezért a legmeghatározóbb erővel a fizikai biztonság iránti vágy jelentkezik az emberben. Ezért van az oly gyakran, nem csak Magyarországon, máshol is, különösen a harmadik világ országaiban, hogy a hatalmon lévők éppen az embereknek ezt a legalul lévő, legmélyebb, legerősebb ösztönökből fakadó igényét vagy életösztönét támadják meg. Ez pedig a fizikai biztonság. Tehát az megvan, hogy mi volt a választásokon plakátok százain, ezrein, tízezrein kirakva a Fidesz által. Háború.
mi az, ami ennél jobban támadja azt a biztonságérzetet, amiről Orbán beszél, hogy aljas dolog egyébként ezt támadni, hiszen nem politikáról szól, hanem egyszerű félelemkeltésről, riogatásról. Ez semmi másról nem szól, mint hogy emberek érezik iszonyatosan rosszul magukat, és várják a megváltást, hogyha rájuk szavaznak. Szóval Orbán pontosan azt teszi, amit hallgassuk meg, mi a véleménye erről. És ha el tudja hitetni egy kormány, vagy egy ilyen harmadik világbeli erő az ellenfeléről, hogy valójában ezen a szinten kell félni az ellenzéktől, mert ez a fizikai biztonságot is veszélyezteti már, akkor jó eséllyel pályázhat arra, hogy mindenfajta kormányzati teljesítménytől függetlenül a rend iránti vágy miatt odafordulnak az emberek. Ez azért szépen leírta, nem, hogy mire alapozza Orbán az úgynevezett politikáját. Tehát, hogy az elején hallottad, kormányzás gyakorlatilag nincs, kormányzati teljesítmény nulla. Egy valamiről szól, propagandáról, az emberek zsigeri ösztöneit támadni félelemkeltéssel, és arra senki más nem lehet a megoldás, mint én, a Fidesz. Ezt nem véletlenül hordom, mert hogy nem nagyon jut más eszembe. Nem merem kimondani, nézd meg a webshopot és rendelj, ha te is szeretnél ilyet. És akkor még nem beszéltünk a konkrétumokról, hogy ugye a szomszédban éppen valóban háború zajlik. Na, hallgassuk meg, mi erről Orbán Viktor véleménye, amit valahogy mostanában másképp szoktunk hallani tőle. Figyelj, mit mondott. Hogy közép-európai népeknek kötelessége, amikor független országot él katonai agresszió, egyértelműen és világosan beszélni. Szerintem bennünket, magyarokat, 56 miatt különösképpen terhel ez a kötelesség. Tehát még egyszer, ha agresszióra független államot, a magyaroknak kötelessége tisztán beszélni. 56 miatt minket ez különösen érint, ezek Orbán szavai. Mielőtt tovább mennénk, idézd föl, mit is mond Orbán az ukrajnai agresszióról, mármint hogy az oroszok Ukrajnában elkövetett agressziójáról? Figyeld meg, hogy mit gondol valójában, hogy mit kéne mondania. Ezért, amikor egy független államot az oroszok katonai agresszióval megtámadnak, akkor nekünk világosan, egyenesen és helyes erkölcsi alapállást elfoglalva érdemes megszólalnunk. És én megmondom őszintén, hogy némileg lehangol mindaz, amit ma Magyarországon a nyilvánosságban ezzel kapcsolatban látok és hallok. Hát, mit szólna ez az Orbán Viktor a mai Orbán Viktorhoz, ha akkor némileg lehangolta, amit akkor látott az országban. Mert hogy Orbán Viktor nemhogy nem szólal meg egyenesen, hanem kifejezetten kettős beszédet folytat, és az ellenkezőjét képviseli ennek. Ő azt mondja, hogy nem a mi dolgunk, szlávok egymás közötti háborúskodásáról van szó, semmi közünk hozzá. Sőt, Orbán Balázs, Orbán egyik jobbkeze, van neki egy csomó jobbkeze, az pont azt mondja, hogy igazából meg kéne adniuk magukat az ukránoknak. Nem azt mondja, hogy az oroszok húzzanak, az is azonnal hagyják abba egy szuverén állam támadását, hanem hát nekünk itt nincs sok dolgunk, legyen béke. Béke hogy lehetne, hogyha az ukránok azonnal megadják magukat feltétel nélkül gyakorlatilag, Putyinnál valahogy nem erőszakoskodik, hogy hagyja már abba ezt a háborút, amit egyébként ő maga kezdett el tisztán területszerzési alapon. Orbán hazudik saját magának is ezek szerint. Figyelj! Tiszta európaiak lettünk. Az európai, tőlük nyugatra létező országoknál volt az a szokás, legyen szó akár a 68-as orosz bevonulásról, vagy 56-ról, hogy az első reakciója a nyugatnak nem az, hogy világosan és határozottan elítéli az agresszort, hanem mint egy ilyen megértő szimpátiával mentségeket keres a számára, hogy miért tette, amit tett. Mert ugye tudod, hallottad biztos, mert hát meg kell fogadni, hogy az oroszoknak, hát az Amerika robbantotta ki, miért kell a NATO a tagállamról beszélni egyáltalán Ukrajna kapcsán, hát ez az, amiért az oroszok érthető módon a saját érdekükben erre támadnak. Össze-vissza hadovál, ahelyett, hogy egy egyenes állítást tenne, oroszok, húzzatok haza. Ez lenne az egyetlen, amit egy 56-ra emlékező magyar ember nyugodt szívvel, becsülettel, a tiszta lelkiismerettel kimondhatna az oroszok felé. Szerintem Orbán legbelül ma is ezt gondolja. Nem tudjuk, majd történészek talán, bár jó lenne, ha előbb megtudnánk, hogy miért mondja ma pont az ellenkezőjét. És ez rögtön össze is zavarja az egyértelmű állásfoglalását, mert nem tud a lényegi tényekre összpontosítani. A ma bennünket körülvevő konfliktus lényegi ténye pedig úgy hangzik, hogy Oroszország egy másik független állam, Grúzia területén
katonai akciókat hajt végre. Oroszország egy másik független állam Ukrajna területén katonai akciókat hajt végre. Így hangzik ez a mondat ma. És Orbán nem tesz ellene semmit, sem a szavak, sem a valóságos politikai befolyása latba dobásával. Elég van ilyen. Ez az a tény, amiről nekünk véleményt kell kialakítani. Minden más, csak mellébeszélés, önfelmentés és a szocializmusból itt maradt erkölcsi relativizmusnak a maradványa. Ezért azt javaslom, hogy beszéljünk egyenesen és világosan. Ami katonai agresszió, az katonai agresszió. Minden más mellébeszélés. Ami katonai agresszió, az katonai agresszió, mondta Orbán Viktor, és ma felköpött és aláállt. De miért lehet Orbán érdeke Oroszország seggét nyolni? Én el tudom képzelni, hogy zsarolják is valamivel, de azt is el tudom képzelni, hogy kilóra megveszik. Mivel tudja az orosz megvenni az Orbánt? Pénzzel. Miből lehet pénze? Energiából. Valaki bekommentelt az előző videóm alá, hogy Magyarországon milyen jó a helyzet, mert rezsitámogatott energiához jutnak az emberek, milyen olcsón. Azt az apróságot felejtett el, hogy Magyarország 2,5-szer annyiért veszi az orosz energiát, mint bármely más állam. Ez azt jelenti, hogy megveszük 2,5-szer annyiért, majd az adófizetők pénzéből dotálja az állam, hogy te, mint felhasználó, olcsón megkapd, és úgy tűnik, mintha olcsó lenne az energia. Miközben a te adódból te fizetted ki azt a különbözetet, csak ott nem villanyszámlának hívják, hanem adónak. Ehhez képest, vagy ennek ellenére, vagy ezzel együtt, Magyarország 2,5-szer annyit fizet az orosz gázért, mint bármely más megrendelő. De hallgasd meg, mit gondol az energiavásárlás politikájáról Orbán maga. Mindannyian tudjuk, hogy a jövő egyik legfontosabb kérdése. 20-30 évre a sorsunkat meghatározó gazdasági kérdés az energia kérdése. Amiből nekünk, a fejünkben lévő energiát leszámítva, nem sok maradt. Azt már csak úgy halkan tenném hozzá, ha már a fejében levő energiáról beszél Orbán Viktor, hogy ugye lehet jóra és rosszra is használni. Szuper lenne, hogyha legalább azt a picit, ami maradt energia a fejében, azt jóra fordítaná. De ez csak mellékszál. Hallgassuk tovább, hogy valójában ez a kérdés hova is vezet Orbán logikája szerint. Tehát kulcskérdés, nem egyszerűen csak gazdasági, biztonsági, külpolitikai, a szabadságunkkal is összefüggő kulcskérdés, hogy hogyan, kitől, milyen föltételek mellett szerezzük azt be. Nem kerülünk-e függőségbe? Jó áron szerezzük-e meg? Tegyük fel a kérdést, nem kerülünk-e függőségbe? Jó áron szerezzük-e meg? Ahogy mondtam az előbb, utána olvashatsz, most jött ki a héten, 2,5-szeresért vesszük, mint bárki más. Jó áron vesszük? Nem kerültünk függőségbe? Vagy másnak jó, ha mi ezen az áron szerezzük meg? Vagy másnak jó, ha mi ezen az áron szerezzük meg? Magának Orbán Viktornak esetleg személyesen? Ezek olyan kérdések, amelyekhez joga van. Ezek az információkhoz joga van a magyar népnek, de különösképpen joga van a magyar nép választott képviselőinek. Na, most akkor azt ugye tudod, hogy a paksi szerződést, oroszokkal kötött paksi szerződést 30 évre titkosították. Joga van mindenkinek megtudni, hogy honnan, milyen körülmények között és hogyan veszünk energiát. A paksi szerződés ugye semmi másról nem szólna, mint hogy hogyan és milyen forrásból lesz energiája Magyarországnak a jövőben. Ehhez képest azt is titkosították 30 évre, hogy paks miről szól, de azt is, hogy a mostani gázszerződések pontosan miként vannak szabályozva az egyik fél és másik fél számára. Olyanok vagyunk, amilyenek. De mégiscsak mi vagyunk a magyar nép választott képviselő. Ez felelősség. Tudnunk kell dolgokról. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyet 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Lehet, hogy igazat mondod, hogy 10 évre nem lehet, mert 30 évre kéne mindent titkosítani. Legalábbis ők ugye ezt csinálják. Szóval ez tényleg azért újra föl kéne kötni és újra alálni. Ez a mi életünk, ez nem a kormány biznisze, ez a mi életünk, kedves barátaim. És aki elveszi tőlünk és a választott képviselőktől a valóság megismerésének jogát, 48 órával az aláírás előtt jelenti be, hogy egyáltalán valami készülődik, az valójában puccsot hajt végre a magyar alkotmányos rend, a magyar népképviselők és az egész magyar néppel szemben. Itt most Orbán elmondta, hogy valójában mit csinál a magyar alkotmányossággal, a magyar néppel szemben.
puccsot hajt végre. Él, visszaél azzal a hatalommal, amivel rendelkezik, és gyakorlatilag saját szavai szerint egy puccsot hajt végre. Mert hogy nem ismerhetjük meg sem ez, sem az szerződés feltételeit, semmilyen módon. Akár kérdezzük, akár nem, akár perre viszi mondjuk az átlátszó, akár nem. Orbán szerint ez puccs, amit ő csinál. És akkor egy kis záró etütként hallgassuk meg azt, hogy Orbán Viktor mit mond a fiataloknak, mit üzen nekik, mert hogy valahova azért mégiscsak vezet az, hogyha az oroszoknak kiszolgáltatjuk az országot energiafüggőség kapcsán. Valószínűleg ez sokkal, de sokkal többet jelent, hogy az előbb tőle is hallhattad. Mit üzen a fiataloknak? Mit tudunk mi üzenni innen a jövőnek, a nálunk fiatalabbaknak? Nos, hát először is azt, hogy mi nem azért mutattunk ajtót bizonyos dolgoknak, hogy most meg visszajöjjenek az ablakon. Ebben igaza van speciál, mert az ablakot becsukta ismét, és kitárt egy hatalmas kaput az oroszok számára. Ebben legalább nem hazudik. Tehát mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek, hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon. Szóval ugye ez egy régi felvétel. Itt kavarog minden, mert hogy a Fidesz a nyugatnak éppen próbálja rászorítani az ajtót a nem tudom betett lábára, vagy nem tudom jó ez a kép, valószínűleg nem jó. Elnézést kérek, írd meg kommentbe, hogy van jobb ötletet, hogy tudnád vizualizálni azt, amit Orbán csinál mondjuk az Európai Unióban tagállamként, és ehhez képest mit tesz az oroszokkal. Tehát egy biztos, hogy nem a demokráciát erősíti és nem azt építi, hanem kiszolgáltatja a hazát az oroszok kényekedvének. Azt üzenjük az utánunk jövő generációnak, hogy ne engedjék, hogy abból a demokráciából, amit a mi új nyugat nemzedékünk kiküzdött magának, abból most egész egyszerűen demokrácia nélküli többpártrendszert csináljanak. Demokrácia nélküli többpártrendszert csináljanak, üzen, hogy ne engedjék, de hát ő ezt megcsinálta. Megcsinálta, hogy valójában a választásnak olyan értelemben nincs tétje, hogy a Fidesz ma, ez egy szerény vélemény, leválthatatlan demokratikus eszközökkel. Meglátjuk, mi lesz Magyar Péter mozgalmából, meglátjuk, hogy addig mit változtat és hogyan a Fidesz Orbán vezetésével, vagy a kormány Orbán vezetésével a választójogi és a választási törvényen. Hogy lesz-e majd a határon túliaknak plusz 10 mandátum egyéni jelöltenként, meg egyáltalán, hogy hogyan lehetetlenedik el a választást. Mert hogy arról beszél Orbán Viktor, hogy nem ezt választottuk mi a nép. Ő nyilván bármit mond, ha éppen népszerűséget szeretne szerezni. Látszik az, hogy tökéletes az ellenkezőjét képviselte akkor, mielőtt megválasztották, mint most, amikor hatalomban van. Mert hogy Magyarországon ma épp a demokrácia lényege, a felelősség meg az elszámoltathatóság hiányzik, ami maradt, azok az intézmények. Ez egy demokrácia lényegét nélkülöző többpártrendszer, és nem kellene hagynunk, kedves fiatalok, hogy ez így legyen. És hasonlóképpen nem kéne megengedni az utánunk következő fiataloknak, hogy miután mi a szovjet rendszer legvidámabb barakja sorsától megszabadultunk, most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot. Tehát igenis fontos üzenetek a jövő számára. Azt üzenjük innen egyfajta új nyugat nemzedékként a fiatalabbaknak, hogy igen, továbbra is tartsanak ki a nyugatos Magyarország mellett, ne engedjék, hogy erről az útról Magyarországot letérítsék, szeressék, hogy Magyarország egy nyugatos ország, ami azt jelenti, hogy hiszünk az emberi akarat szabadságában, és hiszünk az egymásért vállalt kölcsönös felelősségben, ami elválaszthatatlan része a nyugati kultúrának. Na ezekben, ha hiszel, akkor egy biztos, hogy teszel azért, hogy Orbán minél hamarabb megbukjon, mert hogy ő nem ezeket képviseli ma, az egészen biztos. Ezt nagyon könnyű tetten érned, meg kell hallgatod bármelyik mostani nyilatkozatát, kiderül, hogy pont az ellenkezőjét képviselte akkor, mint amit tesz most. De most jön a legfontosabb üzenet. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet fölülről irányítani, csak az emberek szívéből nőhet ki, és rendezheti be az élhető magyar életet. Na, erről van szó. Nem lehet felülről irányítani a demokráciát, ahogy Orbán teszi, hanem neked kell szerveződnöd alulról, és akkor lesz újra demokrácia. Akkor lehet újra feltölteni tartalommal azokat a független intézményeket, amelyeknek ma pártkatonák ülnek az élén, amelyeknek a tevékenységét teljesen ellehetetlenítette a Fidesz, a kormány, Orbán Viktor. Akkor lesz demokrácia, hogyha leváltjuk őket, és teszünk azért, hogy újra jogállamban éljünk.
Ebben számítok rád is, és szerintem számíthatunk egymásra. Én ma ezt látom a szerepemnek, hogy felhívjam a figyelmet, elmagyarázzam, hogy mi hogy zajlik, és biztosak mindenkit arra, hogy vegyen részt a közélet alakításában. Úgyhogy várlak mindig szeretettel, nem tudok neked periódust mondani, az biztos, hogy a pénteki interjúkat mindig elemezni fogom, erre kell nekem egy hétvége, de közben, mint ez is, jön neki más videók is. Úgyhogy iratkozz föl, nyomd meg a kis csengő gombot, hogy kapjál külön értesítést, lájkold, és jót teszel az algoritmusnak, ha egy picit oda kommentelsz véleményt, kérdést, bármilyen meglátást a videó alá. Azzal is jót teszel, ha ilyesmiket vásárolsz a webshopból, mert akkor van miből finanszírozni a felvételt, a vágást, a videó készítését, és ez mindenképp öröm, annál többet tudunk gyártani. A legjobb, hogyha ilyenbe jársz, mert akkor boldog a szívem. Köszönöm, hogy itt voltál, jövök majd ismét. Szevasz!